Az Európai Unió legfelsőbb bírósága támogatja az Airbnb típusú rövidtávú lakásbérlés visszaszorítását. A testület szerint nem ütközik az uniós belső piac szolgáltatási szabadságát garantáló irányelvekbe, ha a tagállami hatóságok előzetes engedélyhez és ellenszolgáltatásokhoz kötik a rövidtávú lakáskiadást. A bíróság hangsúlyozta, a hosszú távú lakhatás megoldása, a bérlakás hiány leküzdése közérdek, és olyan nyomós érve, ami indokolja az ilyen jogi szabályozást, és megállapította, az idevágó nemzeti jogszabályok arányosak a kitűzött céllal. Az uniós bíróságnak egy Párizsban kirobbant jogi konfliktusban kellett állást foglalnia. A városi önkormányzat megbírságolt egy hosszú távú bérlakások kiadásával foglalkozó céget, amelyik előzetes engedély nélkül az Airbnb-n is adott ki ingatlanokat. Ezt fellebezte meg a vállalkozás. Franciaország az Airbnb második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után. A francia főváros a rövid távú lakásbérletet évi 120 napban korlátozza.